2022-ben indítottuk útjára a Ki mit tud Győrén elnevezésű minősítő gála műsorunkat. Immáron harmadik alkalommal szerveztük meg, köszönhetően a tankerület, illetve a Györekösség önkormányzatának. A pandémiát követően az volt a tendencia, és azt láttuk, hogy a gyerekeknek nincs hol megmutatniuk, hogy miben ügyesek, miben tehetségesek, ezért úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell teremtenünk nekik, és a pedagógusoknak is, hogy visszajelzést kaphassanak a munkáikról. Kipattant a fejünkből, hogy egy Ki mit tudott fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. 5 kategóriában hirdettük meg: vers és prózamondás, tánc, ének, hangszer és egyéb kategóriában. Erre szükség volt, mert mindig van olyan műsorszám, ami semmilyen kategóriába be nem sorolható, mint az idén a rúcsport például. Az idén rendkívül választékos és nagyon sokfajta volt a tánc kategória, mert a néptánc mellett modern tánc, társas tánc, hip-hop és balett is szerepel. Fontosnak tartom mindig elmondani, hogy nem versenyt szerveztünk, hanem egy minősítő gála műsort. A verseny az azt jelenti, hogy le kell győzni valakit, mi pedig arra törekedtük, hogy mindenki önmagát múlja fölül. De ha a minősítés, akkor egy szakmai zsűrire volt szükségünk, akik a saját szakterületükön kiválóak, és számomra nagyon fontos volt, hogy mindannyian pedagógusok is, és a gyerekekért elkötelezetten dolgoznak a mindennapjaikban is. Kezdetben mindössze 41 műsorszám volt 2 évvel ezelőtt, az idén 85-en állnak már a zsűri elé, és a legmesszebbi település Szalkszentmárton, Bácskiskon megyéből, alapról, előszállásról is érkeztek, holott kezdetben a környező települések iskoláinak hirdettük meg ezt a minősítést. Itt vannak a legközelebbi településekről, Aparhantról, Nagymányokról, Cikorról, Mórágyról, Zombáról, Bonyhádról, Szekszádról, Szászváról is, és természetesen a saját gyerekeink is képviseltetik magukat. Csaknem 250 gyereket vártunk ma ide, és nagyon-nagyon nagy az igény, azt gondolom, erre a fajta megmérettetésre. A zsűri elnöke, Fábián Éva, győres szülötte, azt gondolom, hogy senki nem tudná ezt a tisztséget nagyobb szívvel és szakértelemmel ellátni, mint ő maga. Az Óbudai Népzeneiskolának a tanára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián tanít. Amikor elkezdtük, akkor nem gondoltuk, hogy mi adunk löketet bizonyos gyerekek számára. Ilyen volt Güth Máté, aki annak idején szinte első versenyei között szerepelt, aki mit tud, és egy olyan lendületet kapott, hogy ma már nemzetközi versenyeken szerepel, és nagyon nagy eredménnyel konzervatóriumba készül. A kollégáim azért végtelenül lelkesek. Azt gondolom, hogy ez a fajta, amikor ennyi tehetséges gyereket látunk egy nap az iskolánk területén, meg egyáltalán itt Porondon, ez mindenkiben akkora lelkesedést tölt, és hatalmas lendülettel csináljuk újból és újból, pedig egy őrült nagy munka. Fél évkor kezdtük már szervezni, hogy minden a helyén legyen. Voltak olyan diákok, akik több produkcióban is felléptek. Ilyen volt a Bonyhádról érkezett Dóra is, aki 5 számban mutatta meg, mit tud, és elmondta, hogy neki miért tetszik a rendezvény. Mindenki itt van, közönség, és nagyon jók a táncok. És kedvesek, mindenki kedves. Amit én tanítok, ugye én klasszikus társas tánc tanárként végeztem, ezzel is foglalkozom. Ebbe beletartoznak az esküvői táncok, a szalagató táncok és a művészeti iskolákban történő alapfokú oktatás, ahol standard, illetve latin-amerikai táncokat oktatunk. Ezek a klasszikus társas táncok, amelyeket táncolnak a gyerekek párba, vagy mostában ugye mi a kevés a fiú, szólóba a lányok, de ezekkel is kiváló sikereket érünk el, hiszen múlt hétvégén Zágrábba a egyedüli magyarként, mondhatom, az én egyik versenyzőm jutott be az elődöntőbe. Itt Győrén, ha jól emlékszem, közel, azt hiszem 5. éve tanítok, művészetiskolai kereten képzésen belül. Ugye itt általában azért a vidéken a néptánc a jellemzőbb, és a társas tánccal viszont próbáljuk megismertetni a gyerekeket, de elmondhatom, hogy Győrén a templom iskolában 1-8. évfolyamig mindenki táncol, mindenki ismeri a társas táncokat, és tavaly kezdte el az iskola ezt a Ki mit tudott megrendezni, akkor volt az első ideje, a második,
Idén, ha jól tudom, 250 táncossal, illetve résztvevővel, hiszen itt ének, próza, néptánc, minden más egyéb is van, és a társas tánc is. Hanna, akinek mindene a tánc, nem kellett ma reggel sokat utazni a nívós minősítő gálára, hiszen Győrén lakik. Mert jó mozgás van benne, meg sokat csinálunk, sokat gyakorlunk rá, és ennyi. Kettő házi versenyen voltam, az egyiken harmadik lettem, a másikon pedig hetedik. A mai napon itt, aki mit tudom, a Barbie formációt adtuk elő. A gyerekkoromban ez az evangélikus templom omladozott, bomladozott, és mi játszótérnek használtuk az udvarát, és most meg egész Tolna megye gyönyörűségét ide begyűjtötte, a gyerekek szájába, hangjába, lábába, szóval csodálatos felemelő érzés. A zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már harmadik éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióról sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis kimit tud. Én főleg a táncért vagyok felelős, mert társas táncpedagógusként dolgozom, és nagyon örülök, hogy évről évre minél több táncos produkciót látunk, nem csak néptáncot, hanem hip-hop is van ma már, modern tánc, sőt balettet is láttunk. Rúd. És még rúd tánc is volt, az volt az első produkció. Itt főleg itt a minősítő versenyeken így próbáljuk egy kicsit egymáshoz is viszonyítani a táncokat, figyelünk arra, hogy ki tudta legjobban visszaadni a zeneiséget, kinek volt legszebb a tartása, egymáshoz hogyan visszanyúltak a táncosok, úgyhogy most is ezt próbáltuk figyelni. Elég magas hát nem tudok mondani, meg elég kiemelkedőt, most nincsenek rá szavaim. Előfordulok sokfelé időnként zsűriben, de tényleg ezt a színvonalat, amit itt most legkisebbektől a nyolcadikosokig láttam, ez egyszerűen hihetetlen. Nincs olyan, amire tényleg azt mondaná az ember, hogy jó, hát most kezdi, és akkor nagyon kezdőként van itt a színpadon. Nem. Aki most kezd, és most lép föl először életében, annyira felkészültek, és ez a felkészítő tanárokat dicséri. Hihetetlen. Profi produkció. Harmadik alkalommal rendezik meg Győrén a Ki mit tudott. Ez egy fantasztikus élmény számunkra, számomra kifejezetten, mert hogy szintúgy harmadik alkalommal vehetek részt a zsűri munkájában, és az sem mellékes, hogy nagyszerű emberekkel és szakemberekkel vizsgálhatjuk, hallgathatjuk és nézhetjük meg ezeket a gyerekeket. Az az igazság a délelőtt folyamán, ahogy néztük, hallgattuk a produkciókat, már a legelején nyilvánvalóvá vált az a fajta fejlődés, amelyikre mi nem számítottunk. Azért az előző esztendőkben voltak apró botladozások, nagyszerű kezdeményezések, de még akkor is elmondható, hogy bizonyos produkcióban ilyen-olyan szakmai hiányosságok, de a mostani produkciókat elnézve valami elképesztő egyébként a színvonal, és elmondható szerintem, vagy én bátran ki tudom jelenteni, hogy ez a győrei megmérettetés egyfajta nívót kezd képviselni, ami azt jelenti a felkészülésben, valószínűsíthetően egyébként, hogy nagyon sok erőt és energiát szánnak és raknak bele, hogy a gyerekeket elhozzák, és igen magas színvonalú produkciókat látunk. Ez nagyon megmelengett a szívünket, és alig várjuk, hogy a délutáni produkciókat vagy előadásokat is hallgathassuk. Hogy mivé fejlődhet ez? Én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen helyi, vagy lokális, nem is tudom, vagy regionális fesztivál tudok elképzelni egyébként, akár szabadtéren, akár egy nagyobb színházteremben, mert úgy tűnik egyébként elnézve a közönséget és a szülőket és az érdeklődőket, hogy lassan-lassan kirúgjuk itt a templomiskola oldalát.